Parkolás indult. Országos szinten a parkolások 55%-át fizetik mobiltelefonnal, de vannak körzetek, ahol ez a szám a 70-80%-ot is meghaladja. A bevezetés célja az volt, hogy létrejöjjön egy országos, egységes rendszer, ami a felhasználók számára kényelmesen ugyanazzal a módszerrel lehetővé teszi a közterületi parkolást. A szolgáltatás bevezetése előtt ez országosan mindössze 44 helyen volt elérhető. Ezzel az egységes rendszerrel tudják országosan mindenhol biztosítani a szolgáltatást. Ezt leginkább úgy lehet érzékeltetni, hogy jelen pillanatban 74 közterületi parkolási rendszer van Magyarországon, és ezekben lehet mobil megoldással is fizetni. Több előnye is van a mobilos fizetésnek. A parkoló automaták fenntartása költséges, a bevétel közel 20%-át is elviheti. A felhasználók számára is kedvező, nem kell ezentúl készpénzt maguknál tartani, valamint a parkolás tényleges időtartamát fizethetik ki ezzel a szolgáltatással. Gazdasági előnyei is lehetnek, hiszen lehetővé válik az, hogy ha elindítunk egy parkolást, akkor állítjuk le, amikor visszaérünk, míg ugye az automatákban előre meg kell venni bizonyos időszakokra a jegyet, és akkor lehet, hogy nem használjuk ki mondjuk azt az egy órát, két órát, akkor ugye azt fölöslegesen fizettük be azt a pénzt, így meg mobillal, amikor kezdjük, elindítjuk, amikor végzünk, leállítjuk. A mobil fizetési szolgáltatás egyedülállónak számít és nemzetközi híre is van, többek között Isztambul és Svájc is érdeklődik a rendszer iránt. A parkolás vége.